Fáradt vagyok, hogy sok tiszteletdíjat nem vettem föl. De hát ezt megerőszakoltam, hogy felvettem. Hát Janiék lalkalappal kitettek magukért. Minden olyan szerény körülmények között, de ügyes profi megcsinálva minden. Lalkalappal előttük, ugye palotai sport és verseny. Palotai sport és versenyistáló, és ráadásul a Janink a patkoló kovácsunk is. Na akkor, hoppá, Jani is kap valamit, na, ezért érdemes volt. Beindítanom, fáradt vagyok most sajnos, pörögni szoktam jobban. És lelkes lovasok, megtisztelik a Janit, de hát megmondom, hogy nem érdemtelenül, mert egy nagyon kemény ember dolgozik látástól vakulásig, és a hű párja az Ita, aki szintén kitart. Mi nem hű? Várjá! Hogy meglepődtél ezen, hogy hű? És elröhögte, hogy hű, ha-ha-ha! Na jó, Zita, megörökítettük, YouTube, oké, okay. Ezt nyomelemezzük. Na, hát mert mindjárt föl lesz. Úgyhogy le a kalappal előttük. Így van, és a szép kis csinos kis csapat. Jaj, tényleg milyen csinosak, várjál! Miért de várjál, hanyan voltatok közületek? Ma, négyen ott voltak nálunk. A kincsem park jó voltából, ugye, a zsoki iskolába lovagoltak is. Tényleg, ügyesek is voltak, hál' Istennek. Aki meg nem jött, majd eljön legközelebb, remélhetőleg. Nagyon csinosak vagytok. Esetleg, hogyha a trénert szeretnétek változtatni, akkor ajánlom. Akkor egy közös képet így előre gyorsan. Megpróbáljuk. Nem, Janit nem szabad leváltani. Tényleg a kalapban Jani. Jó, egy kis Petra. Petra. És mindig a lányi kell lovagolni. Petra, könnyű? De mi egyik sem, ki a nehéz közületek? Ne, ezt kérdő Sanyi bácsihoz, jó, van felvétel. Maradjatok csak Jani mellett. Megmondod, hogy melyik lovat szoktad lovagolni, lehet, hogy Sanyi bácsi meg emlékszik is. Várj, te voltál ma? Ja, nem volt. Akkor jövő hét szombaton délben ott a helyed, Alagi Lósport Tréning Központban. Gyerünk! Egy kis galopra. Kérdezd meg a lányokat, milyen jól érezték. Jó volt, nem csajok? Jó volt. Na, örülök, hogy voltatok nem különben. Nem harapott a műló sem. Nem harapott. Megizzasztották a műlónak a nyakát, képzelted. Ja. Igen, csettekre is el is indult. Utána meg kellett remélem etetni a végén. Nem kellett, de tényleg aranyosak voltak. Jó, nagyon jó program volt, hál' Istennek. Úgyhogy tényleg most így, itt se vagyok ünneplőnkről, nekem kell fizetni valószínű. Ha, mindegy, majd összeszelem valahogy, mert tényleg nagyon jó napot zártunk. Ugye ebből a zsoké évzáró csapattal. Megyünk, muszáj voltatom a lovadat. Egyszer elmegyünk, csak azért, jó? Ja, hogy élőben is. Hát, jó. Úgyhogy Ádikám nagyon szépen, illetve Szocsori Nagy Ádámnak nagyon szépen köszönjük a mai napot, de hát ez a mai nap, ez csak a íra a pont volt, ugye? Mert ez napi, heti rendszerességgel ugye azért támogatva is volt, és hát is készülve volt minden szombatra, akár szünidőkben voltak gyerekek, úgyhogy legyünk minél többen. Tehát ebből a palotai lovas versenyistálóból is voltak négyen résztvevők ma a galoppos jockey évzáron. Na jó.